Már 20 perccel a felvonulás kezdete előtt gyülekeztek az alattvalók, hogy együtt vonuljanak a királyok menetével. A királynők és királyokhoz zászlóforgatók, katonák, lovagok, zenészek és az Alba Régia táncegyüttes porontjai is csatlakoztak, hogy ezzel is színesítsék a Szent István tiszteletére szervezett vonulást, ami az országzászlótértől egészen szimbolikusan az országalmáig tartott. A menetre sok százan látogattak el Székesfehérvárról és az ország minden pontjáról. Az augusztus 20-ai ünnepség Gizella királyné Istvánhoz szóló fohászával folytatódott, Berki Lilla, Bóka Bence, Bóka Rihárd és Enyedi Tamás előadásában a Romkertben, amely a Szent István által alapított Szűz Mária Préposztsági templom emlékét őrzi. A nemzeti emlékhely többek közt államalapító királyunknak, fiának Szent Imre hercegnek és számos uralkodó örökálmát óvja. Az emlékhelyen a vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, a Szent Király fia Imre herceg sírja már a középkorban zarándok helyé vált. Útmutatásáért, test és lelki gyógyulásáért már akkor látogatták az emberek. A nyugodt fizikai és bölcs szellemi közeg kölcsönhatása, pontosabban azok eredője, ugyanolyan erősen hatottak az emberekre, ahogy hat ránk most is. Hagyjuk mi is, hogy hasson, ehhez azonban cselekedetekre is szükség van. Vigyük el magunkkal a hely bölcsességét, a béke üzenetét. Hiszen hazánk, ahogy akkor, most is Európa szívében, egy több ezer kilométeres keleti övezet nyugati hídfőállásában, valamint a nyugati kereskedelmi és kulturális végpontban helyezkedik el, és helyzetéből adódóan, ahogy akkor, most is a keleti civilizáció, művészet és kultúra közvetítője is Európa irányába. Molnár Krisztián beszédét követően a város és a vármegye vezetői, országgyűlési képviselői, Székesfehérvár és Fehérvár megye közgyűlésének tagjai, továbbá a történelmi egyházak vezetői, a fegyveres, a rendvédelmi és igazságügyi szervek képviselői virág elhelyezéssel és néma főhajtással tisztelektek első királyunk szarkofágja előtt. Ezt követően az ünneplők a Szent István térre vonultak át, ahol a honvédség fegyveresei koszorút helyeztek el első István király tiszteletére, államalapító királyunk szobránál.